Szándékosan bonthatták túl a szekszárdi fürdő élménymedencének burkolatát, erről beszélt pénteki sajtótájékoztatóján a Fidesz-KDNP helyi frakció vezetője. A medencénél hétfőn tartott helyszíni bejárást Ács Rezső a város polgármestere. Máté Péter azt mondja, a medence állapotát csak a médiában látta, de szerinte elfogadhatatlan, hogy Malomsoki Krisztián, a szekszárdi sportközpont vezetője a javításnak májusban nem sokkal azelőtt akar nekiállni, amikor már nyitnia kéne a strandnak. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője szerint ezért Malomsoki Krisztián megbízását vissza kell vonnia Ács Rezsőnek. Polgármesterrel az ügyvezető nem igazán tud együttműködni. Amennyiben ez nem megy, és látjuk, hogy nem megy, ezért javasoljuk, hogy a polgármester próbaidő alatt vonja vissza a megbízást, tehát próbaidővel szüntesse a munkaszerződését, ez a városnak nem jár költséggel, tehát ez 6 hónap próbaideje van, az még nem telt le, és nevezzen ki egy helyi kötődésű embert, akivel együtt tud dolgozni. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője arról is beszélt sajtótájékoztatóján, hogy Ács Rezső polgármester intézkedéseinek köszönhetően folytatódhat a sportuszoda építése. A próbaüzem várhatóan ősszel kezdődhet el. Szeptember 30-áig be kell fejezni a kivitelezőnek a munkát. Az elvégzett munka után részszámlák alapján fizetünk. Ezekre a munkáknak a költsége a rendelkezésünkre, tehát a városi költségvetésen kívül a modernizáció programból a pénz itt van, és megvan rá fedezet. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője szerint tehát az új városi sportuszoda próbaüzeme ősszel kezdődhet el.